Irakba látogatott Novák Katalin, ez az első eset, hogy magyar köztársasági elnök a közel-keleti országba ment hivatalos útra. Novák Katalin meglátogatta azt a települést, amely nagyrészt magyar segítséggel épült újjá. Telazkuf egy kelt katolikus település Moszultól 40 kilométerre fekszik. A térségben a 70-es évek óta folyamatosak a konfliktusok. Az Iszlám Állam terrorszervezet 2014-ben foglalt el a települést. A felszabadítás után a magyar segítség 2017-ben érkezett meg. Azután elkezdődött Telazkuf újjáépítése. Arámi nyelvű dalokat énekelnek ezek a gyerekek a Telazkuf óvodában. Az intézményt a Hungary Helps programnak köszönhetően építették újjá. A gyerekeknek játszószobákat is, könyvekkel felszerelt tantermeket is kialakítottak. Az óvodások ünnepi műsorral várták Novák Katalin köztársasági elnököt, aki miután beszélt az intézmény vezetőivel, Mikulás csomagokat adott a legkisebbeknek. A magyar kormány a Hungary Helps programból összesen 2 millió dollárral, akkori árfolyamon 580 millió forinttal támogatta a Telazkufi intézmény újjáépítését. A munkálatokat a legkevésbé sérült házak helyreállításával kezdték meg, hogy a helyiek minél előbb visszatérhessenek otthonaikba. Majd azokkal a házakkal folytatták, amelyeknél komolyabb beavatkozásokra volt szükség. Például helyre kellett állítani a falakat és a tetőt, vagy cserélni kellett a vezetékeket. Miután több mint 500 család hazatért, elkezdődött a közösségi épületek felújítása is, így újulhatott meg magyar támogatásból a 19. századi Szent György templom és a hozzá kapcsolódó plébánia. Novák Katalin ide is ajándékkal érkezett, majd együtt imádkozott a közösség tagjaival magyarul is. A magyar kormány a Hungary Helps programon keresztül a józanész és a keresztényi szolidaritás elve mentén támogatja a bajba jutott közösségeket. A magyar kormány szerte a világon kiáll az üldözött keresztényekért. Erről beszélt az M1-nek az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Azbej Trisztán úgy fogalmazott, a cél az, hogy a bajba jutott közösségek számára a migráció helyett megteremtsék az otthonmaradás lehetőségét. Telazkuf településen ott újjáépítését támogattuk a lerombolt templomnak és 900 épületnek, aminek az lett az eredménye, hogy közel 1000 család visszatért ebbe a településbe. Alkos térségében pedig a keresztényeknek a hosszú távú jövőjét támogatjuk megélhetési projektek, egy mintafarm és egy oktatási központ támogatása által. Novák Katalin a Káldeus Katolikus Egyház kiemelkedő 640 körül alapított és a hegybe vájt kolostorába is elment. Itt találkozott Lara Yusif Zarával, aki egyike a 4 iraki női polgármesternek. Novák Katalin még csütörtökön érkezett meg Irakba, programja Bagdadban kezdődött, Abdul Latif Rashid iraki elnökkel találkozott. Közösségi oldalán azt írta, a találkozó azért is történelmi, hiszen magyar köztársasági elnök még sosem járt Irakban. Az államfő úgy fogalmazott, az elnökkel egyetértettek abban, hogy országai közös ellensége a nemzetközi terrorizmus, melynek minden válfaját elítélik. Hozzátette, Magyarország szerepvállalása nem csak szavakban, hanem tettekben is megmutatkozik, hiszen jelentős katonai erő vesz részt az Iszlám Állam elleni küzdelemben. Novák Katalin köztársasági elnök szombaton magyar katonákkal is találkozik Irakban. A híradót Erbilből Kucsav Renáta tudósította.